Csak nem egy hónap telt el azóta, hogy a kormány bevezette a hitelmoratóriumot, vagyis döntött arról, hogy felfüggeszti a hitelek fizetési kötelezettségét, legyen szó magánszeméről vagy vállalkozásról és bármilyen típusú hitelről. A moratórium év végéig tart, addig azonban bárki nyilatkozhat arról a bankjánál, hogy továbbra is fizetni a részleteket. Az elmúlt hetekben ügyfelek százezrei döntöttek úgy, hogy folytatják a törlesztést a hitelmoratórium ellenére is, derült ki az M1 hidadójában. Orbán Viktor a veszélyhelyzet kihívása hirdetése után jelentette be, hogy semmilyen hitelt nem kell fizetni december végéig, azonban az adós bármikor dönthet úgy, hogy tovább törleszt, ehhez csak nyilatkozni kell az adott banknál. Az M1 beszámolója szerint a Takarék Banknál már csak nem 40 ezer ügyfél jelezte, hogy továbbra is fizetne. Ha valaki nem nyilatkozik, de tovább fizeti a törlesztő részleteket, az a bank számára azt jelenti, hogy az adós nem akar élni a moratóriummal. A KNTH banknál már az ügyfelek fele jelezte, hogy tovább folytatja a hiteltörlesztést, a diákhitelesek többsége szintén tovább folytatja a törlesztést. A Diákhitel Központ vezérigazgatója emlékeztetett, májustól igényelhető az új, kamatmentes, szabad felhasználású Diákhitel Plusz is, ami egy egyösszegű kölcsön. A felsőoktatásban tanulók legfeljebb félmillió millió forintot, egyes felnőtt képzések hallgatói pedig akár 1,2 millió forintot is igényelhetnek.